A karrierünk építéséhez sokkal fontosabb az, hogy ki a felettesünk, mint az, hogy melyik cégnél dolgozunk. Valójában mindaddig, amíg beosztottként dolgozunk, ez a legfontosabb szempont. Ki a főnökünk? Tudunk tőle tanulni? Felnézhetünk rá? Ő egy igazi vezető? Gondoljunk csak bele, hiába dolgozunk annál a cégnél, amiről évekig álmodoztunk, hogyha a főnökünk egy zsarnok, öntelt, arrogáns barom, aki mellett fejlődésre nulla esélyünk van. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy álláskereső helyett legyen főnökkereső. Egy jó felettes vezetésével olyan tudásra tehetünk szert, amit semmi sem tud helyettesíteni. Egy jó vezető kihozza belőlünk a maximumot, azt is, amire még mi sem gondolnánk, hogy képesek vagyunk. Egy jó vezető motivál, lelkesít, támogat, tanít és engedi, hogy hibázzunk, majd megmutatja, hogyan tanuljunk ezekből. De hogyan találod meg a valódi vezetőt? Tegyél fel egy álláshirdetést, aminek ez a címe: lelkes munkaerő jó vezetőt keres. Ez is egy lehetőség, de talán többet segít a 8 részes bejegyzés sorozatom, ami pontosan erről szól. Valódi vezetői értékekről. Sikert és boldogságot!